Budapest! Csipkeverős, jó reggelt kívánok mindenkinek! Érkezem, ébresztelek titeket! Második nap! Tíz nap, tíz kaland, tíz feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve apa. Az eredmény a következőképpen néz ki. Gyönyörű volt a napfelkeltére futni egyet. Medvék alszanak, meg szomszéd kutyája jó ki volt, köszönöm. Nézzük meg ezeket a hülyéket, hogy fölkezdek-e már. Most érkeztünk a második naphoz. Én fölfutottam a domb tetejére, amíg a srácok ébredeznek. A mai program az csipkeverés lesz, ugye Székely Szent Király arról híres csipkeverésről, jelentsen bármit is ez. Ami ezzel föl kell őket kelteni, hogy még nyújtok egy picit, és aztán ébresszük fel őket olyan erdélyesen, mi szóltak. Jó reggelt! Ez nagyon jó volt! Szervusz, Szabolcs! Ezt most találtad ki? Szervusz, igen, sokat gondolkoztam, szavasz! Látom, 31 perce már futkoztál itt. Igen, ez szervusz, Dominik, szia! Örülök, hogy ti legalább viselitek. Reggelt! Bence! Ki kéne dugni az arcodat, hogy lássuk, hogy ébren vagy-e? Majd igen, én kidugom a kezemet bele a sejtjét. Na gyere! Jó reggelt, Dezső Bence! Cső. Na, hát, gyerekek! Igen. Nézd, na! Mit csinál egy vlogger? Hey! Mit csinál? Elnézést, azt elfelejtettem, hogy az Erdély legszígyenlősebb legénykéhez van szárántségnek. Nem. Ja, hát mint egy medvének akkor. Szia! Andris! Jó! Na, ezt hagyjuk. Reggeli. Jó? Csá! Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, hátam mögött a Székely kapu, elérkeztünk a legelső naphoz. Nagyon izgatottan várom, hogy a mai nap mi fog történni. Halljátok a hangom, hogy picit meg vagyok fázva, igyekszem magam összekapni. Nagyon nagy a verseny, mint tudjátok, a végén a Megder Medve kupa, az a győztes csapaté lesz. Mi vagyunk Rebekkával egyébként a fekete pántos sasfiókák, és a mai nap rengeteg izgalom vár minket. Közben Bálint is megérkezett. Szép jó reggelt, második ne haragudj, bocsánat. Láttam a reggeli futásodat. Hát, egy hős. Rocky. Viszont azt is hallottam, hogy ezt így most kamera előtt első reakció, hogy a kis medvölő kutyák elindult így kéz kutya felém. Én gyakorlatilag magam mögé néztem, és a Székely helyeket és dombokat, hogy ide fölfele futva esélyem nem lesz. Na de, jóságos köröztanyán megérkezett Bence. Megjött. Csípkeverő jóságos köröztanyán megérkezett. Igen. Úgyhogy szerintem mutassuk be a többieknek, hogy kettem, már tudod egyébként? Sejtem, de még sose vertem csipkét. Jó, viszont szedd össze magadat, meg Rebekával, mert másodikok vagytok. Próbálom. Úgyhogy gyertek be velünk, én nagyon izgulok igazából, a többiek azt se tudják, mire számítsanak. Mondjuk én se. Igen. Próbálják magukat összekapni, a tegnap egy picit használhatatlanok voltunk, de reméljük, hogy ez ma változik. A hosszú utazásnak ez betudható. Hát ez igen, nekem ez a 7 órás, 8 órás vezetés, úgyhogy 3 órát aludtam éjszaka, mondhatni betette a kaput. De... A milyen kaput? Székely nagyon rossz volt, ezt mémeljétek le, mert ez borzalmas volt. Na, menjél! Hát ez durva lesz, nem? Ez durva lesz, na nézzük. Szia! Jó reggel! Kezdj csokkolom! Jó reggelt! Azt a mindenit! Bence, foglalj, helyet! Ez a botókás vércsipke, mit jelent, mit lehet ez alatt érteni? Nem is csipkeverés, hanem botókaverés, hallod? Ha? Atya úristen! Hát akkor a hang miatt verés.
Igen. Hallod? Botóka verés, ezt így hívják. És mi lesz belőle? Hát csipke lesz belőle. Ezt én így tanultam anyukámtól, ő biztos az anyukájától, és... És ezt egyébként egy sima városi lány is meg tudja tanulni? Nem, ez olyan drága, mint a grófság, bele kell születni. Hát, hogy milyen akadékos? Én szédülök el, amikor így cseréli át a botokat a kezébe. Az próbálom megfejteni, hogy... Beszélni nem tudsz, nem ilyet csinálni, hallott. De meg kellett szólalni. Hogy őszinte legyek, izgulok egyébként. Rebecca, mi a vélemény? Én is izgulok. Nem tudom, hogy mennyire fog menni, de az biztos, hogy jobban, mint... És igen. Ezért bíztam rád, mert én szurkolok neked. És Dominik, te fogsz, nem? Engem még mindig az érdekel, hogy mi a kerület. Ja. Tőletek, arról tőletek ki fog? Nem tudom, hát fog, mert ez, ugye a tegnapi versenyt ezt én nyertem, és most pedig Tíme áll a sor, hogy nyerjen egy versenyt. Szóval ez még ide jár, mert lefelé. A vezérszál az lesz, amelyik mindig keresztbe megy. Amelyik itt megy. És ezt melyik kezembe fogom meg? Kifele? Igen, az kifele, ott befele. Meg melyiket? Igen, jó menti a vezérszál. Gőzöm nincs. Nagyok az izgalmak. Nagyon. Reméljük, hát, hogy a többi program azért jobban elhagyom. Nézd meg! Nyeremény. Hát küzdök a nyeremény. Ennyi leveg a szemed előtt. De te se figyelsz, na nézd meg, én itt csinálom. Sikerült? Figyel senki. Hát... Ott van! Hány pont? 15 pont. Annyi? Griffendélnek. Még nincs pont. Timi, érted vagy nem érted? Nem. Ez az. Akkor ezt nyerjük és... Elsők leszünk, kész. Az lesz, hogy lesz. Drágám, meg kérlek, hogy tanuld meg, hogy hogy kell csinálni ezt, mert meg kell nyerjük, mint én a tegnapi versenyt, jó? Tími! Tími! Nyerjél! Tími! Tími! A jobban a lét? Nem. A balon a lét? Ide? Ide így? Alatta. Alatta? Úgy. Igen. Megkortálnak. Ezt kintről be, ezt meg... Kifele. Kifele. Igen. Ezt. Fűzd meg az egészet. Aztán... Dominik, figyelj, ha most nem mutatod meg a lányoknak, akkor... Szegény gyerek. Az életem is tudod, hogy mi fog történni. Amúgy azt tegyük hozzá, hogy a Dominiknak az édesapja az porcelánt. Porcelánt festett. Nem, szóval van népi vonzata a Dominiknak a lelkének. Húha! Tehát, akkor most ez a vezérszálam. Dominik és a rejtett női képességei fognak meglátszódni. Rebecca, elkezdtem aggódni. Nem arról az, hogy nem vagy ügyes, de Dominikról beszélünk. Hát azért az én kezemben ez jobban áll. Alul, fölül, csókolom vezérszál. Ennyi csókolom. Lássátok, a fiú megtanultam. Összedob. Vége van a versenynek. Izgalmak közepette, azt se tudom ki nyer, de ti biztos figyeltetek, mert én nem. Szeretném megkérdezni, hogy a három versenyző közül ki szóval az, szerintem Rebecca nyilván. A legjobb volt, mert hogyha a legjobb volt, ő az, aki egy ponttal tovább mehet. Legyünk figyelni, én férfi vagyok. Rebecca vagy Dominik, és akkor egy szakmai. Én falusiak, én meg Pesti. Tudod ki a falusi. Nos, én szakmailag. Én most fogom megkérni a kezét két nap múlva. Ide. Akivel látja a potenciált. Na nézd meg. Hát szakmailag minden, mind a hármukban van valami, amiért ügyesök. Mert az alap mind a háromnál egyszerűen elsőre megy. Néztem, ma összedobtam. Ez Rebecca, csak úgy mondom. Nagyon nagy a feneke, azt jelenti nagyon nagy a kiállás. Állni, dolgozni. Arra mondják, hogy nagy a feneke, szívem, hogy oda tudsz ülni, hogy nem vagy lusta. Igen, igen. Nem tudom, ami eszébe... Vagy legalább jó seggel. Van akaratod a munkához. Nagyon sok kiállás van benne. Ő nagyon fogékony. Hopp, ez egy win. Ő pedig csak ránéz, hogy megcsinálta. Szerintem ő vele kötnék. Ennyi. Köszönöm. Nyertünk? Igen. Arra mondják nálunk, hogy jó a zsegged, tudod, hogy le tudsz ülni, hogy nem vagy van most. Van feneked hozzá, de igen, szokták. Igen, ezt így mondják. Jó. Nincs esze, de van feneked. Azt jelenti, hogy eszed sincs. Mondások ezek, na ne valóban. Hát azt kell mondjam, hogy nem értünk több tiéd. Nem, én értem, mert nekem sokkal. Milyen eddig a broda? Bocsi! Ezt ne vegyétek fel, ne a csodába. Jó. De nekünk van három lát. Hallottad? És neki is van. Nincs eszed, de legalább van feneke.
Azért nem nyertünk, mert fiú vagyok. Hát de gondoltél, most ha én azt mondom, várjál, te vagy a legjobb. Két pontjuk volt a... Hát te ellene mondok minden nőnek. Na. Hát ez most... Lá... Hát gondoljátok bele, logikusok. Én nyertem volna, csak azért nem én nyertem, mert nem lehetett azt mondani, hogy egy fiú nyer, mert megsértettük volna a nőket. Ez úgyhogy... biztos, ez úgy jártunk volna, mint Sorbert Norbert. Képzeld, de van egy lehetőségünk, hogy eldöntetjük, hogy kivág fát. Te csinálod, meg Rebeka meg kérdezik. Én esküszöm nektek, hogyha te csinálod, Rebeka tudja, hogy le fog győzni. Esküszöm, fogadjunk, egy ezres. Ez Rebekára én is. Hát akkor 500. Hát 500 forint. Hát egy pénz, ne fogadjunk. Hát mibe, egy pacsiba? Ne, valamibe akkor. Mibe? 20-asba. De egy is, hogy nagy sok tűz, mert azért nem megy. Na, azt csinálod. Abba fogadjunk. Jajaj. Na várjál. Jajaj. Ha legyőzöm, Rebekát. Igen. És nem lesz igazad. Igen. Akkor ha nyertek, akkor az egyik pontotokat nekem adjátok. Nem muszáj a fogadás. És hogyha mi van, hogyha mi? Ha ti, akkor mi adunk nektek egy pontot. Ja. Tehát egy pont. Mit csinálsz? Én most épp fogadom. Bizniszem. De ne fogadjál, mert... Elvileg, várjál, favágás lesz, és Szabi akar fát vágni. Én meg azt mondtam, hogy tudja, hogy legyőzött favágásban. Én? Te az én szkíjeim már miért üzletelsz? Mert bízom benned. És mi van, hogyha nem lesz jó? Hát akkor vesztetek egy mínusz pontot. Akkor adunk el egy pontot a már meglévő pontokra. De ha ti nyertek, akkor mi adunk meg? Még nem fogadtunk, de hogy ez a deal. Nézd meg, milyen karja van a gyereknek. Leveszi a kabátot, az ketté töröd. Na, meg tudod csinálni. Még te többet jársz edzőt nálad, az biztos. Na, ki adja a nadrágot, te vagy ő? Most már akkor döntsétek el. Fogadjatok. Na. Szerinted mi legyen Bálint? Jó, hát én... Na, Bálint, kezdet a bíró. Tehát ezt neked kell eldönteni, hogy ez szabályos-e? Persze, hát, minden lehet. Pontokkal fogadni. Én azt mondom, hogy csináljuk, ne kavarjuk meg nagyon, minden nap lehet egy ilyet csinálni, de többet nem, és annak legyen egy ilyen komoly szabály, akkor egy, tehát lehet fogadni, fel lehet ajánlani. Jó, én azt mondom, én azt mondom, mehet. Elindulunk a következő feladatra, ami azért izgalmasabb lesz, mint a csipkeverés. Nem tudom, ezt te találtad ki? Nyilván a legöregebb tag a csapatból. Úgyhogy a csipkeverés után... Akkor elmondom, prezentálom a mai missziókat. Én már tudom, hogy mi lesz, és nagyon izgulok. Hát a többiek is tudják igazából, hogy mi lesz, mert ugye fogadtam Szabival, és a sors is így akarta, mert így lehető Rebeka fog nyerni. Ja, tényleg, fogadtatok. Ti ma új szabályt. És hogyha mi nyerünk, mert Rebekára bíztam a favágást, és igazából Szabijét bízták rá, akkor lesz na, plusz egy pontunk. Na, itt meg egy pillanatra. Nos, ugye a csipkeverésen már túl vagyunk, ahol Rebeka nyerte a pontot, úgyhogy ezzel jelenleg úgy álltok, hogy Rebekáig és Bencék 3 ponttal, utána a Patrik és Timi 3 ponttal, és Szabi és Dominik 2 ponttal. Igen. Na de, a következő feladatnál összesen 3 pontot lehet összegyűjteni. Az első feladat az időre favágás lesz, ahol ugye Szabiék fogadtak, úgyhogy itt azért lehet kicsit meg lehet csavarni. A második feladat tégla messzire hajítás. Kihajítja messzebb a téglát. Itt egyébként nyilván én leszek a közülünk Rebeka. Illetve a harmadik feladat pedig, és erre készüljetek föl, egy kis hát gané felrakása a szekérre. Kaki? Igen. Hát így is mondhatjuk, igen, de ganyénak mondja. Egészséges a cívata. Ez milyen kaki? Hát, milyen szeretnének? Különböző szekerek vannak egymás mellé állítva. Van tehén, van sertés, és van emberi is. Emberi. Na, úgyhogy most 3 pontot lehet szerezni, lehet fordítani akár az egészen, úgyhogy... Az első csapat, aki versenyezni fog, az Patrik és Timi csapata, és Timi fog akkor, úgy döntöttek Dominikék. Igen, úgy döntöttünk. Jó. Teljes mértékben. Na jó, induljunk el. Patrik, elmondanád, hogy kell fát vágni? Addig egy... Valamit mondja. Ez a balta. Igen. Megfogod. Igen. Felemeled, nem a fejed fölé. Nem vágod el a füledet, Timi. Jó, a fejed mellé, és szól bele egyet. Középre? Igen. És amikor beleptel, és benne maradt a fa az élébe, akkor megfogod, és még egyet ütsz, hogy váljon ketté. Menni fog, Timi? Menni fog, drága? Nem. Egyébként szívem, te hogy állsz a favágásra, mert nem tudom. Én se.
Én küldtem. Ó, akkor lehet, hogy nem volt jó. Nem értettem egyébként, hogy miért engem akartál. Hát legyen meg az izgalom az egészben. Na, hát akkor tessék, megvan az izgalmad. Csoda, azt pontot azt én nem kéne elbukni. Hát akkor nem kellene felelőtlenül fogadgálni össze-vissza. Hát akkor a mai napnak is megvan a tanulsága. Igazából haver, egymás ellen majd egy forgatáson kívül. Te só, nem akarlak megalázni, mert érted. Nem, a crossfites mond... ezt csinálja egész nap. Kicsi. Vágja a fát. Vágjuk a fát, érted. Ahol fát vágnak, ott forgát is lesz. Nehogy megmutassam, hogy az erdélyi kar az mit tud. Hát nagy a károd. Karod. Ahova ütök, ott pénzterem. Köszönöm, hogy a pénzterem? Itt a Bence az úr. Úgyhogy elint... Fülag állja, talul a víznek árja, azért itt bajtok. Melléd ütök, azt megfázol a húzattól. Bocsi, ez a táska, ez az, amit lehet nyerni? Igen. Ebben van a 15 millió forint nyeremény, meg a kocsi? Az van, gyerekek, hogy ebben van a legeslegnagyobb nyeremény, amit valaha csinálhatunk a Budapest szereplőinek. Tehát aki megnyeri a megdermedve kupát, az ezt hazaviheti, hogy utána odaadja nekem. Oké. Tehát elérkeztünk a mai nap második részének első feladatához, a favágáshoz, ami ugye egyébként Dezső Bencének az egyik kedvenc része. Most Royál Szabi lesz az első versenyző, aki be fogja mutatni majd, hogy hogyan is néz ki a favágás. Időre kell nekik 4 darabra szétkapni egy husángot, ezt mi mérjük stopperral. Dezső Bence fogja hitelesíteni, úgyhogy Szabi, hogyha kész vagy, akkor szóljál. Kész vagyok, köszönöm szépen. Annyit elmondanék, hogy azért kezdem én a lányok előtt. Szóval volt egy fogadás? Az más, volt egy fogadás is, igen, Bence is közöttem. Igen. Hogy én fogom időre levágni előtt, látni a Rebeka. És az a baj, hogy kiértünk, és megláttam, hogy Szabi tud fátfát. Rebeka, mit érzel? Mit gondolunk, hogy ebből mi lesz? Az, hogy hülyeség volt fogadni. Na jó, akkor hadd szóljon. Várjál! Stopper óra! Attenció! Mi a lényeg? Hogy négy darab, ragadjon a bélyeg, és hogy 4 darabba szétkapja időre. Szabi egy kis tereprendezést is végrehajt. De... A feladat a következő, vágd fel a fát időre. 3, 2, 1, hadd szóljon! Na. Hát nem. Szabinak egyből. 2, Rebeka azért ezt én a helyedben kezdenék aggódni. Aha, még egy. Rebeka, hogy érzed Szabin magad? És ennyi. Tolja neki! Na, hát szerintem Bence részidő. Az idő 11 másodperc. 11 másodperc alatt azért a szombathelyi. És ezt remélem mindenki látta. Szerencsére több kamera is forog, szóval Royál Szabi ideje 11 másodperc, úgyhogy kérjük a következő versenyzőt. Megtiszteltetés a tiéd. De egyébként nekünk miért ilyen kis karnyi méretű? De amúgy ez rohadtul nem fel, hogy milyen kicsit kaptunk. Hát de hogy könnyebb legyen. De azt mondta a Szabi, hogy sokkal nehezebb. Gyere ide, nem mondott igazat. De adjatok már egy nagyobbat nekünk. Jó, akkor egy nagyobbat szeretnénk oda kérni. A rönkre rönköt rára. Sehogy. Szabi közben ellátja mindenféle biztonsági tanácsokkal Farkas Timát, mert hát ugye azért a TikTokon nem nagyon tanítják ezt a favágás témát. És az a lényeg, hogy mindig próbálnak, hogy a lábad közéért kezdve. Úgy levágod be a lábadat, mint a húzat. Óvatosan vészes, nehogy adj nélkül. Nem kell teljesen. Azért, hogy innen a fejettől elindítod, és így mutatom, így. Egy ennyi. Jó? Az a baj, innen indítod, eltéveszted, és majd mindjárt meglátjuk. Lámon csapodolod. Itt, lásd végig a baltát, hova megy, jó? Így nézd. Figyelem! Várjál! És arra szeretnéd kérni a csapattársát Tibinek, hogy szurkoljon. Szurkolok, csak... Azt a mindenit! Na, figyelj! Három! Ahogy tanítottalak! Na, csend! Dominik adta a legjobb tippet eddig! Bence! A feladat a következő 4 darab fát kell elvágjál. 3, 2, 1, mert! Nyom mert! Üss be! Timi olyan lukat ütött a földbe, hogy szerintem Kínába. Miért? Lassan. Ne legyen erősebb! Miért be? Úgy. Ez az! Ügyes! Még egyszer! Ez az! Még ötször! Már lemaradtál Szabitól, már most, de jó lesz. Nem baj. Semmi baj!
lassan, miért be, ne siessd el! Ne siessd el, Tibi! Láb te! Ugyan! Ez az! Na még egyet! Gyújtósnak jó lesz! Ebből fog piszkálni? Hát nem áll, az úgy Isten! Oda! Fogja a közben! Jézusom! Ne üss! Látod? Mehet, Tibi! Csapja le neki! Csapd oda! Na, én ezt ezzel fog fogvályozni, jó? Itt van még ez tessék. Még sokáig aprítod, ugye mi lesz ebből fogpiszkáló? Lassan, várj! Tovább, Bence, további feladatokat adott neki még. Plusz pont nem jár érte. Figyelj! Csúcs le rá! Ez az! Az volt! Szép volt! Részidő? Részidő, 1 perc, 5 másodperc! 1 perc, 5 másodperc. Rebeka, Hódmezővásárhelyi. Véred, ahogy csipkét vertél, én hiszek benne, hogy te úgy tudsz fát is aprítani. Oh, nézd! Azt mondta, hogy inkább kettőbe rúgja. A feladat a következő. 4 darab fát kell elvágni. 3, 2, 1, mehet! Szívem, közel volt nagyon sípcsolatot. Bence! Bence! De azt mondtad, hogy tudja, hogy hogy kell. Gyerünk, Rebeka! Na honnan tudnám, hogy hogy kell? A Bence mondta! Hányszor csináltam ilyen? Gyerünk, szívem, jó lesz! Gyerünk, Rebeka! Jó lesz az! Miért be? Miért be? Ér is hozzá, hogy hova fogod ütni. Bence! És a nyelétet úgy, úgy. Az nagyon. Hopp! Ez az! Ott jó, van! Meg volt az első! Tibit még legyőzheted, milyen gyere! Milyen első? Egyet már levált! Akkor kettő! Gyere délafön! Hagyjál! Békén a délafön! Még borulásában is úgy van, hogy Rebeka! Ne szurkolj már! Olyan rossz! Fuck! Azaz! Te meg jól mondod, hogy ez könnyebben szét fog törni! Hát én gondoltam, hogy... Nem te! Gyerünk, Rebeka! Bence igazániból taníthatott volna otthon egy kicsit. Na még! Szóval ültek meg a mínusz pontot. Én mindjárt kész, meg vagyunk? Kész. 56 másodperc. Az majdnem szükséges. Akkor... Utálom ezt a feladatot. Pedig nagyon jó voltál bennem. Nem, egy puszit. Ha még egyszer fogadni mersz. Fogadhatsz te is. Egy puszit, na, jó volt. Egy puszit. Nem én. Szeretnéd? Én? Nem. Ja, azt hittem, hogy biztos, hogy fog a szája azért. Na, akkor tehát eredmény. Egy pontot kap itt mindenki. És még... Nem mindenki. Tehát egy pontot kaptunk, és plusz egy pontot Bence, és ők lehet meg mínusz egy. Mi az állás? Mindjárt mondom, kalkulálunk egy kicsit. Tehát Bencének volt 3 pontja, mínusz egy, akkor Bencének 2 jelenleg. Szabiék nyertek még egy pontot, tehát 2-ből 3, meg még egy, az 4. És Timiék további 3 pontot. Tehát jelenleg az állás, Szabiék 4 pont, Timiék 3, Bencék 2. Júj, az nagyon sok. Úgyhogy, de még lehet folyton, mert további 2 pontot lehet ugye összegyűjteni még a mai 2 feladatba. Úgyhogy hadd szóljon, légy szíves, ráncs be a cuccot és... Lehet? Biztok már bennem? Szabi, ezt most nem kell, ezt most inkább hanyagolj. Feszes a lánc egy picit. Azt mondod? Szakértői tudásra feszes a lánc? Tényleg az amúgy. Elérkeztünk a következő feladathoz, Szabi nagyon ügyes volt az előző favágós feladatban, egyébként mindenki ügyes volt, de hogy a mostani az még keményebb lesz, és szerintem a fiúk jönnek. Tehát a következő feladat tégladobás, mezei egyszerű tégladobás, amit el kell követniük, egy meghatározott vonalról kell Bencének, Patriknak és Dominiknak dobniuk. Így van. Ugye egy pontért megy a küzdelem, tehát aki a legmesszebb dobja. Nekik is mond azért. Gyerekek, aki a legmesszebb dobja, az nyeri meg.
Nem, gyere, menjünk arra egy kicsit, hogy beszéljük meg. Nem, háttal azért nem jó. Azért nem jó háttal. De ha neki futsz, akkor már alapból a sebessége megvan a testednek, meg a kőnek. Nekik mi a teendő? Hogy dobjam szíven? Hát úgy dobd, az a lényeg, most ők azt beszélik, hogy hátrafele fogja eldobni. Hogy jól legyen ez? Vagy átbeszélik a taktikákat? Vagy pedig? Nem jó, mert akkor felfele fogja dobni, és nagyon magas lesz, és leesik. Úgyhogy vagy úgy dobd, hogy így, és szerintem az a legjobb. Nem érzed azt, hogy ha háttalálsz? Így. Igen. És így, nekifutásból. Aha. Szerintem az a lényeg, hogy olyan szakosan dobd, hogy... És messzire. Adjam ki a hangot, Mary, hogy... Ne. Hát akkor tedd le. Mi fogunk nyerni? Ajánlom is ez a dolgot. Ezt nagyon érzem, ezt így. Jó, akkor úgy, akkor úgy nyomják. Lehet, hogy... Hogy nem, hogy ki fog nélemni. Ja. Jó, fogom. Ez egy hajítás. Oké. Jó, oké, meg vagyunk. Mi is meg vagyunk. Meg vagyunk, nem? Szuper. Várjál, Patrik. Embert megdobj le. Miért van az egyik? Az bemelegít a gyerek, hát én is bemelegítek akkor. Mi történik? Jó. Készen állsz? Várjál, Patrik. Patrik lesz az első, aki távolabb dobja, egy pontot fog kapni. Amikor érzed? Azt mondtad, ebbe te vagy a leg. Jézusom, Timi, menjen! Rebecca, meg fog dobni! Menj, kézzel! Azt a rohadt! Ennél én is messzebbre dobtam. Az első leérkezés. Hát kézzel dobtam. Első leérkezés. Ugyanúgy, mint az ugrásnál. Na, hol elugrok odáig? Vagy leugor? Na, ugorjál! Gyerünk, Dominik! Én jövök, vagy te? Oh, nem, te jössz. Hogy érzed amúgy? Én nagyon jól érzem. Szerintem meg leszünk idén. Idén meg leszünk. Hitelesítem a Bencet. Hitelesíted? Hitelesítettem. Jó, én azért néznék egy doping tesztet. Nehogy... Hát, le, várjál! Másképp kellett volna dobnom. Nézzük csak. Tényleg. Csikisör és pálinka van a vérében, úgyhogy... Nagy baj nincs. Oké. Okay. Várjál. Dominik! Let's go! Dominik a második! Kiszámoljuk. Már megint hát. Számolt. Ó, na nézd meg! Let's go! Yes, sir! Azt ez hány menetes amúgy ez a játék? Egy. Yes, sir. Az nem volt semmi. Szétvágtak itt, ja, nem? Yes, sir. Gyerünk, kicsi! Jézusom, ne! Papádot le kéne vegyem. Na! De akkor ne szórakozzál. Vedd közzél, add ide, addig megfogom. Nézd meg, asszonyi segítség. Mehet? Figyeljük a lábát, figyeljük, hol van a vonal. Várjál, fel kell készülnöm. Kimérem én is, várjál. De hosszan dob, nem magasan, Muci. De mert csak megállt, hogy elhajtottad. Nem ilyen már a gondolom. Nem, nem fogjén veszteni. Bárhogy dobhatok, tök mindegy. Emberi erővel, na. De bárhogy. Igen. Ja. Hú, basszus. Te mire kész? Elbaszod! Messzebb ment! Pak! Ott van! Nézd! Az erdélyi erő! Nem lehet megállítani! Hova potyant pontosan? Ó, teszem be! Jó, jéj! Igen! Ott van! Ezek hozzászok, mint tehát. Nem tudom. Akkor prezentálnám az eredményt. Kérek, mindenkit álljon oda a saját dobásához. Minden versenyzőt. Egy kicsit csálé szívembe azért. Tessék, odaadom a kamerát ennek a házaspárnak. Ki, mi van öcsém? Neki álljon oda a dobásához. Igen. Kicsit feldén dobtad, de nagyon ügyes voltál. Köszönöm, azt hittem, hogy ledobjuk az operatőr. Na, tehát akkor a következő a helyzet. Ott tartunk most, hogy egy újabb pontot gyűjtött Bence. Azért látszik, hogy milyen kerekebbak. A többiek gyűjtöttek pontot, tehát a következő az állás. Jelenleg fej-fej mellett Timiék és Bencék, és Szabiék még mindig vezetnek 4 ponttal, de még mindig hátra van egy feladat. Ó, az a legrosszabb. És hát itt azért készítsétek fel a gyomrotokat, és jöjjön elő belőletek a hortobágyi véretek, ugyanis egy kis ganét kell rakni. Jó, úgyhogy folytassuk ott a menetet.
Timi, fejnél tehenet? Azt akarom ma. Tényleg? Aha, ki akarom próbálni. Timi meg fogja fejni a tehenet, de előtte megmossa a tőgyét. Szia! Hallod? Ezt talán felek, no? A telibe rúg. Egyik kezedben fogod a vezetet, kinevet. A másikat. De kedves vagy! Azt a mindenit. Jó! De jár a szege vizet van. Jó ez így. Jó lesz az. Lábam közé. Kicsit ülj a légsidán, vedd be és szorítsd meg a lábadba. Így? Igen. 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 És így tartsam a lábad? Hajrá, Timi! A széket is, Timike! Széket is. Hogy? Így. Szorítsd össze a lábaddal, vedd rá, és akkor fogod meg. Akkor a szakértelmel mossa, hogy zavarba jöttem, úgyhogy most kijövök innen. Ne erősen! Zavarba jöttél te is mi? Nem tudom, hogy mi történik. Timi, megkedd! Igen? Hello! Hallod ezt? Halló! Na most csinál! Nézd! Vigyázzál, édesem! Ne haragudj! Jaj, mit csináljak? Nézd! Hátra nézed, hogy... Kávét batéldet, azt összeszedtem. Szóval... Mehet? Várjál! Pillanat, mert húgyozik a ló. Bence, ezt hányszor megveszem? Ne haraguljatok! Ezt nem hiszem el! Kélek volt, hogy forogtunk! Ő se meg a melyik, rúgja meg a ló, húgyozalja prímás! Elérkeztünk a következő feladathoz, ami egyébként talán most hát, a legnehezebb. A városi tenyerek, a városi orrok most majd megmérettetnek, ugyanis mutatnám a feladatot, ezzel az eszközzel kell a következő műveleti területen végrehajtani a feladatot. Lapátot szépen bele, ezzel egy adaggal elindultok a kiárathoz, szépen mindezt futva esetleg, mert hogy időre megy a játék, és zúgy, ki a rakásra. A feladat, három lapáttal minél gyorsabban kihordani ide a trágyára a többit, és ezt fogjuk mérni, és a leggyorsabb pedig egy pontot nyert. Fogatlan vámpírok csapatból Szabi és Dominik közül, Dominik fogja pakolni egyébként a szart. Elhordod magad. Úgyhogy az életlen bicska csapatból Patrik és Timi közül Timi fogja pakolni a végterméket. Menjen azért Rebeka, mert most úgy megyünk, ahogy alapvetően a favágás volt, tehát nem. Össze-vissza. Na jó, csinálom én, mert a hercegnél nem akarsz. Na jó. Beleszél oltva? Nem, be vagy oltva. Csinálom én, nem kell. Egyébként ezt vegyük, most rögzítsük, hogy én szerettem volna, tehát odaadom. Szeretted volna. Tudom, mit szerettél volna te. Hát az... Ez halál égni. Jó, nem kell égetni, jó? Elég lesz. Köszi. 15 kamerával veszitek, ahogy... Tessék szépen. Kommentekben, mikor... De nem már, de ne állítsátok már úgy be, én szeretném, csinálhatod? De miért nem csináltad? Bence, bónusz trackként még megcsinálhatod. Megcsinálom bónusz trackként. Az egészet kigarítatod. Hátulról olyan kell, mint Manuelnek. Ez most dicséret, vagy nem? Ez csak ilyen... Hátulról is ronda hagytad. Nem kellett volna mondjam, hogy inkább elfogadom. Nem akarsz otthon is, így megy, hogy... Nagyon jó! Bence, hát rá vagy így, hol a lapát? Ez már vagy egyszer. Jó a hajad, nagyon szépen. Azért... Bence, menj ilyen. Azért kapja meg, de végül is megcsinálhatja. Ha már eljátszotta a favágós pontunkat, akkor lapátoljon szar. Indulhat szerintem a verseny. 3, 2, 1, éjj! Gyerünk, Dominik, let's go, let's go! Gyerünk, 3, 2, 1, indulás! Húzmások fel, gyerünk! Kérlek, fogod a rajt pozíció! Olyan gyorsan járjon a kezed, mint a szád. Gyere.
jelenállás szerint a következő pontot Benték kapták, így... Nem ismét, lehet szólni. Így ismét Holt versenybe került Szabi ég csapata, a Fogatlan Vámpírok, a Sastojással, és Timi ég pedig a másodikok. Jó, tehát 4-4 és 3 pont, tehát a mai nap bezártuk a feladatokat, holnap folytatjuk. Mondani, viszont még van itt a környékben néhány dolog, amit ki lehet próbálni, tehát aki mondjuk tud tolatva vakon traktort vezetni, akkor az most kipróbálhatja. Én tudok. Úgyhogy nézzük meg még itt, milyen tennivaló van a ház körül, jó? Na gyerünk! Az a viszed? Hogy csinálsz, hogy mindegyik kép jól néz ki? Nézd a kutyát! Ez 5 millió like, csak elmondom. Jóvá tettem a favágós fogadást, azt szeretném megkérdezni. Ügyes voltam? Igen, mert ügyes voltam. Köszönöm szépen. Megyünk traktort vezetni. Szeretnél vezetni? Nem. Tudsz traktort vezetni? Tudok. Te mit nem tudsz? Szabi életében először fog traktort vezetni. Nem kész? Én félek egy picit, hogy őszinte legyek. Nem van biztos? Jó. Nem tudom, sebességben van már. Nem tudom, meddig engedhetem. Engedj! Hú, de jó! Profi vagy! Esküszöm, erre születtél! Tovább visszarakod? Vigyázz, mert itt fel fogsz borulni! Ennyi lett volna a második rész, illetve a második nap. Tehát a pontverseny a következőképpen néz ki most. Timiék vannak az utolsó helyen, fölöttük Szabiék és Benciék, egymás mellett fej-fej 4-4 ponttal, Timiéknek 3 pontjuk van. A következő részben pedig izlandi lovakat fognak kipróbálni a srácok, mindenféle ügyességi feladatot rajtuk, a további pontokat nyerhetnek, úgyhogy tartsatok velünk a következő résznél. Sziasztok!